Az Elios ügy közvilágításos, botrányos, súlyos közpénz milliárdokat felemésztő ügy. Az Orbán kormány uniós pályázatok befolyásolásával és csalással 13 milliárd forintos kárt okozott a magyar adófizetőknek. Ez volt az Elios ügy, melynek során Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak a kis cégét pár év alatt milliárdos árbevételt elérő vállalkozássá, számos települést sötétebbé, a magyar embereket pedig szegényebbé tették. De lássuk a részleteket. Az Elios Innovatív ZRT 2009-ben alakult, és első évében mindössze 8,4 millió forintos árbevételt ért el. Rövid idő alatt azonban a cég árbevétele a 350-szeresére nőtt. A Fidesz vezetésű városok ugyanis úgy pályáztak a közvilágítás uniós pénzből történő felújítására, hogy a beruházásokra kiírt közbeszerzést szinte mindig Tiborcz István cége, az Elios nyerte. Észre, hogy a közbeszerzéseket szervezett csalással zsírozták le. Mára kiderült, hogy ezek csak látszatpályázatok voltak. Az Európai Csalás Elleni Hivatal az OLAF 2017-es vizsgálata szerint a pályázati kiírásokat szinte egy az egyben az Eliosra szabták. A pályázatok befolyásolása, a csalások szervezése pedig már az előkészítéskor megkezdődhetett. Sokszor még a versenytársak sem voltak igaziak. Előfordult például, hogy a riválisok ajánlatát ugyanazon a számítógépen írták, mint az Eliosét. Az OLAF 35 település Elios szerződéseit vizsgálta, és mindegyiknél visszaélést állapított meg. 17 település esetében pedig azt is kimondták, hogy szervezett csalási mechanizmus működött. Ráadásul nem csak a pályázatokkal volt gond, hanem a kivitelezés körül is súlyos problémák vetődtek fel. Az Elios által felszerelt ledes világítások gyengesége miatt ugyanis a települések utcái sötétebbek lettek, mint a felújítás előtt, ami jelentősen növelte a balesetek veszélyét. Ezen a télen ez már a 12. gyalogos baleset volt a városban, a nem hivatalos statisztikák szerint. Az OLAF végül szabálytalanságok sorát állapította meg, és azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy az eljárások manipulálása és csalás gyanúja miatt a több mint 13 milliárd forint uniós támogatást vonják meg. Az Orbán kormány tagadta, hogy szabálytalanság történt volna, de mégis úgy döntöttek, hogy nem várják meg az Európai Unió elmarasztalását, és a magyar adófizetők pénzéből visszafizetik a felvett 13 milliárd forintos uniós támogatást. Vagyis Tiborcz István gazdagodásának számláját végül a magyar emberekkel fizettették meg. Orbán Viktor veje pedig villámgyorsan kiszállt az Eliosból. Az Elios úgy megmutatta nekünk, hogyan is működik Orbán Viktor maffia állama. Hiszen az állami szervek közreműködésével szervezték ezt a csalássorozatot. Pontosan ez mutatja meg nekünk, miért is kell elzavarni ezt a korrupt, velejéig romlott rendszert, miért is kell csatlakoznunk az európai ügyészséghez, és miért is kell Magyarországon valóban helyreállítani a demokráciát és a jogállamot. A hatósági eljárások lezárultak. Felelős nincs. A milliárdos sikercég, a fideszes önkormányzatok kedvence, Orbán Viktor vejének egykori vállalkozása 2021. szeptember 28-án végelszámolás alá került. Az akták azonban a Fidesz bukása után ismét kinyílhatnak.